amikor 2 évvel ezelőtt elindítottuk a gyülekezetünket, az egyik fontos vágyunk az az volt, hogy felszabadítsuk az embereket arra, hogy szabadon tudják követni az Urat. Szabadon, közösen tudják követni az Urat. A másik ilyen fontos dolog, ami miatt elindult a gyülekezetünk, az az, hogy szerettük volna azt látni, azt elérni, annak a tanúja lenni, hogy a hívő emberek felnőttekké válnak, lelkileg felnőttekké válnak, és ez a lelki felnőttség arra sarkalja őket, hogy tudják önállóan hirdetni az evangéliumot. Hogy ne gyülekezetbe hívják az embereket, hanem Krisztushoz. Krisztushoz hívják az embereket. Ez az érettségnek az egyik fontos jele, hogy önállóan tudják végezni az evangélista munkáját. Az elmúlt 2 évben elsősorban kis csoportos, kis közösséges formában léteztünk, és ez továbbra is így lesz. Viszont Isten mutatott nekem egy dolgot, hogy mi ennek az évnek, a 2022-es évnek a feladata. A 2022-es évnek pedig az a feladata, hogy minden hívő ember elkezdjen szolgálni. És ennek a szolgálatnak a lényege az az, hogy minél több két személyes beszélgetésben vegyünk részt. Hívők egymás között is, ahogy egymást építik és bátorítják, de, ami talán még ennél is fontosabb, hogy hívők és nem hívők evangelizációs vagy előevangelizációs beszélgetéseket tudjunk folytatni. És ennek a legfontosabb része az az, hogy megnyíljon egy Isten tér a beszélgetésben. Ez ugyanúgy hívőknél is, és a hívő-nem hívő beszélgetésében is, ez a legfontosabb, hogy megnyíljon egy olyan Isten tér, ahol Isten tud szólni rajtunk keresztül. Lehet, hogy sokan tapasztaltátok már azt, hogy próbáltatok Istenről beszélni valakivel, de ilyen süket fülekre talált, vagy így lepattant. Akkor nem, valamilyen ok miatt nem nyílt ki ez az Isten tér. Ha viszont többször is volt már valószínűleg olyan élményetek is, hogy gyakran nem is gondoltatok rá, nem is számítottatok rá, hogy bizonyságot fogtok tenni, vagy beszéltek Istenről, és mégis valahogyan ott megnyílt valami, megnyílt egy Isten tér, és ebben az Isten térben és időben egyszerűen tudtatok szabadon Istenről beszélni. Nekem is volt több ilyen élményem, az egyik ilyen élményem az egy buszon volt, egy kollégámmal beszélgettem, abból a kérdésből, hogy mi történt a hétvégén, egészen odáig jutottunk a 20 perc busz utazáson során, hogy el tudtam neki mondani az evangéliumot. Pedig én nem vagyok ilyen evangéliumot nyomató, ilyen evangélista típusú ember. És mégis valahogyan megnyílt ott egy Isten tér, egyfajta buborék, amiben föl tudtunk szabadulni mindketten arra, hogy beszélgessünk Istenről. Ez tehát a vágyom a 2022-es évre, hogy minél többünknek, minél többször legyen ilyen találkozása, amikor megnyílik a föld és az ég, összekötődik, a mennyország eljön a földre egy rövid időre, amikor az idő is elveszíti jelentőségét, a kronoszból kairos lesz, egy a sima telő múló időből egyfajta alkalmas idő, ami rendelkezésünkre áll minden lehetőség, minden eszköz, hogy az evangéliumot hirdessük. Ehhez az kell, hogy mi minél több időt tudjunk személyesen Istennel tölteni, hiszen az Istennel töltött időnk is kifejezetten egy két személyes beszélgetés, ahol Isten és ember között két személyes beszélgetés zajlik. Az is egy Isten tér, az is ott egy buborék, és hogyha sokat vagyunk ebben a térben, akkor bárhová megyünk,
magunkkal visszük ezt, és sokkal könnyedébben, sokkal hamarabb fogunk tudni ilyen Isten teret létrehozni körülöttünk. És a következő hetekben szeretném azt, hogy megnézzük majd a Bibliából, hogy milyen Isten terek nyílnak, vagy nyíltak Isten népe életében, mik azok a kétszemélyes beszélgetések, amelyek így a Bibliában föllelhetőek. Nyilvánvalóan nagyon sok ilyen van, nem fogjuk feltétlenül mindegyiket megnézni. Első körben azokat a beszélgetéseket nézzük meg, amiket Jézus folytatott különböző emberekkel az evangéliumok tanúsága szerint.